A kormány ellenzi a kínai autógyártókra kivetett brüsszeli büntetővámokat, amelyek mértéke közelíti a termékek árának 40%-át. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a kínai válaszlépések súlyos problémákat okozhatnak az európai, így a magyar gazdaságnak is. A BYD gyára Szencsenben, innen a világ számos szegletébe, így például az Európai Unióba is szállítanak autót. Az elektromos autógyártó óriás cég termékei egyre nagyobb népszerűségnek örvednek Európában. A múlt idő nem véletlen, hiszen azzal, hogy a brüsszeli bürokraták büntetővámot vetettek ki a kínai autókra, azok látványosan megdrágulhatnak. Ami várhatóan jelentősen visszavetheti a keresletet irántuk, vagyis a kínai autók így kiszorulnak az uniós piacról. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, a vám kivetése nagyon hibás lépés, amit a kínaiak részéről biztos, hogy válaszlépések követnek. Az ilyen rossz és átgondolatlan döntések kereskedelmi háború felé tudják eltolni a gazdaság életet, ami nekünk magyaroknak rossz, mert mi abból élünk, hogy amit megtermelünk Magyarországon, azt az egész világon el tudjuk adni. Orbán Viktor úgy látja, ha kialakul egy kereskedelmi háború, akkor hiába dolgoznak nálunk a legmodernebb technológiai színvonalon a vállalatok, legyen szó az autó, vagy éppen a hadiparról, illetve a légiközlekedéshez kapcsolódó szektorokról, hiába vannak nálunk a világ egyik legjobban képzett munkásai, az általuk előállított termékeket nem tudjuk hol eladni. Ez pedig később a munkahelyeket is veszélybe sodorhatja. Ezért Magyarországnak elemi érdeke, hogy ne legyen kereskedelmi háború. Egy kereskedelmi háborúban is pontosan az zajlik, mint egy normális háborúban, hogyha az egyik fél lőni kezd, akkor a másik fél is visszalő. A gazdasági elemző szerint a kérdés csak az, hogy az adókapok kinek fáj majd jobban. Sokak szerint az európai vállalatok húzzák majd a rövidebbet. Visszaüthetnek ezek a vámok. Nagyon sok terméket importálnak az európai cégek Kínából. Például az elektromos autók akkumulátorainak is jelentős részét ott gyártják. Ez drágíthatja az itteni gyártást is. Emellett bonyolult a helyzet abból a szempontból is, hogy sok európai gyártónak vannak Kínában termelőüzemei, és az onnan származó árukat szintén sújthatják ezek a vámok. Bár a büntető vámok most pénteken léptek életbe, piaci hírek szerint a kínaiak már léptek is, első körben a sertéshúsok, különböző sajtok és a francia konyak behozatalát tiltják meg. Ez nagy érvágás a termékek gyártóinak, hiszen a távol-keleti ország óriási felvevő piacnak számít. A HIPA, azaz a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója is keményen bírálta a büntetővámot. Jó István rámutatott, hogy ez a döntés az európai vásárlóknak biztosan nem jó, hiszen az intézkedés az ár és a minőség tekintetében is gátolja a versenyt. Továbbá biztosan nem jó az európai autóiparnak, főleg azoknak a német vállalatoknak, amelyek Kínában is gyártanak autókat. Ezen felül biztosan nem jó az Európa és Kína közötti gazdasági kapcsolatoknak sem, hiszen a kereskedelmi háború erősíti a blokkosodás folyamatát.